Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy a felirat is mutatja, egy csempézős megoldást fogunk megismerni különböző asztali környezetekhez. Ez nagyon fontos, hogy különböző asztali környezetekhez. Az itt felsorolt asztali környezetekhez ez beilleszthető, azaz egy asztali környezet, például az XFCE, ezen fogom bemutatni, nem képes arra, hogy csempézős megoldást csináljon. Azaz az XFCE alatt meg tudjuk csinálni, GNOME alatt is meg tudjuk csinálni, hogy nagyjából olyan csempézős kinézete legyen az asztalunknak. Miért ezt? Természetesen a blogomban írtam egy-két szót arról, hogy miért ezt választottam, de most is elmondom. Nagyon egyszerű, azt tudja, és csak azt tudja, amire nekem szükségem van, és működik. Több monitoros rendszerben működik, ami igazából nem olyan egyszerű dolog, mint ahogy elgondoljuk, hogy két monitor és aztán az mindenképp jól fog működni mindenfajta ablakkezelés, mindenfajta asztali környezet, mert előfordulhat, hogy nem feltétlenül jól kezeli a több monitoros rendszert. Azaz, ezért választottam, mert egyszerű egy darab fájlt töltesz le, illetve egy konfigurációt állítasz be. Itt nincs olyan, hogy függőségek, egyebek, telepítés, egyszerűen csak futtatod az állományt. Itt ezen a linken eléred a letöltést, nyilvánvalóan a megfelelő fájlt letöltöd, kicsomagolod, és utána futtatod a Cortile elnevezésű picike kis fájlt. Gyakorlatilag ennyi. Nincsenek olyan függőségei, nincsenek olyan beállításai, nincsenek olyan egyebei, ami megzavarhatna egy embert abba, hogy egyszerűen legyen szíves már dolgozni ezzel a kis programocskával, hogyha ilyesmit szeretnénk. Itt felsorolják azt, hogy melyiknél működik. Kettőt tudok, hogy biztosan működik, az egyik az OpenBox, a Maboxos srác csinált róla egy videót, ő a saját rendszerébe beépíti ezt a Cortilt, és az működni fog nála, szóval onnan vettem, illetve egy kollega Discordon hívta fel a figyelmet, hogy van ilyesmi is, és természetesen az XFCE alatt is működik. Miért? Mert azon fogom bemutatni. Nem lesz olyan nagyon nagy dolog, nem váltjuk meg a világot, de kényelmesebbé tesszük az életünket. Miről is beszéltem? Arról beszéltem, hogy csempézős ablakkezelők nagyon jók. Rengetegről készítettem videót, gyakorlatilag elmondható, hogy bizony 4-5 olyan csempézős ablakkezelő van, ami kényelmes, használható, és nem kell hozzá pilótavizsga, ilyen az i3 VM. Igen, de mondjuk az XFCE-hez ez nem működik. Nézzük is meg, miről beszéltem. Megnyitottam 3 programot, ő lesz az állatorvosi ló, tehát 3 programmal jól be lehet ezt mutatni, 3 darab ablakkal. Miről beszélünk? Lebegő. Azaz lebegő ablakokat használunk, ide-oda tudjuk mozgatni, így működik a legtöbb asztal. Windows is, meg egyebek is, az adott XFCE is pontosan így működik. Oké, de én azt szeretem, úgy szeretek dolgozni, hogy egyik oldalon van egy nagyobb ablak, másik oldalon egy vagy kettő kisebb ablak van, amiben látom azt, amit kell, a nagyobba pedig tudok dolgozni, irogatni, egyéb. Hát bizony ezt meg lehet oldani a legtöbb asztali környezetnél, én úgy gondolom, hogy azért ennél modernebb, ennél kényelmesebb megoldás is van, mint hogy én igazgassam a dolgokat. Hát bizony, miután letöltöttük a Cortilt, kaptunk egy tömörítvényt, amit kicsomagoltunk, abban van egy licenszfájl, meg egy leírásfájl. A leírásfájlt el kell olvasni, illetve az én általam készített cikket, ami a linken alul elérhető, azt elolvasni. Hát bizony, elindítjuk a Cortilt, már futtatható, tehát végrehajtjuk. Na, ennyi. Beugrassza az előre definiált helyekre az általam használt, illetve megnyitott programocskát. Én azért tettem fel 3 darabot, mert nem egy pici ablakokat készít. Ha 3 van, nyilvánvalóan, hogyha 5 van, akkor kisebb, hiszen a helyet elossza 5 fele, megfelelő algoritmus szerint elossza 5 fele. Miért szeretem én? Azért, mert ezt megcsinálja, illetve természetesen egyéb funkciókat is tud, ami nagyon kényelmes, és igazából egy picit arra tendál, hogy ez valóban az legyen, amit én folyamatosan használok. XFCE alatt, hogy nem csak billentyű kombinációkkal, előre beállított dolgokkal lehet itt az arányokat mozgatni, hanem fogom az egeret, és megfogom itt, és elhúzom. És kisebb lesz, illetve elhúzom másik irányba, hát nagyobb lesz az oldalsó, a szolga sleeve,
ablakok, és így bizony az arányokat tudom változtatni. Ez kényelmes dolog. Az egyikben dolgozik az ember, a másik kettő ilyen segédablak, amiben leírások, akár még futnak, esetleg egy filmet nézel például. Főleg egy széles, nagy monitornál ez kényelmes lehet, hogyha te ilyesmit szeretnél. Oké, ezt tudja, nézzük is meg még milyen lehetőségek vannak. Nyilvánvalóan a teljes képernyős lehetőség megvan, az a lehetőség is megvan, hogy éppen menet közben kikapcsolt. Miért kényelmes ez? Azért, mert ide szépen berak egy kis ikonkát, azaz az XFCE panelon, ott van egy ikon. Hogyha valaki Tint 2-est használ, menjen föl a Maboxos srác oldalára, ott egy teljesen komplett olyan megoldás van, hogy a Tint 2-es panelba is be lehet ezt építeni. Szuper! Szuper, mert egyszerű. Azért szeretem ezt, mert kapok a panelon automatikusan egy kis ikonkát, amivel ezt szabályozni tudjuk. Ennek a szabályozási módját, beállítását érdemes lesz átnézni. Nyilvánvalóan előugró dolgot kapunk. Miért is szeretem ezt? Azon kívül, amit bemutattam és kényelmessé teszi az életemet, nagyon kényelmesen konfigurálható, egérrel állítható, és ráadásul a forró sarkokat is ismeri. Azaz, olyasmi, mint a KDN-nél, vagy a GNOME-nál, oda megyek egyik sarokhoz, a monitoromon, vagy a felső-alsó peremhez, kávához, középen, és akkor valamit csinál. Tehát úgy is tudom szabályozni. Tudom szabályozni billentyűről, nyilvánvalóan a billentyűről tudom szabályozni, be is mutatom. Ahogy lehet látni, a kiosztások változnak, a módszer, ahogy leossza a monitoromat, változik, billentyűket nyomkodtam, nyilván a beállítás, alapbeállítás, a Ctrl-Shift és a négy darab nyílbillentyű nyomogatásával változott meg így a kinézet. Kényelmes, azt használod, úgy használod, ahogy neked jó, be lehet állítani. Ez az egyik. Másik, kaptunk egy kis ikonkát ide, amivel, hát bizony egy kicsit átállítgatás, beállítgatás után simán el tudod szabályozni a menüpontból. A harmadik beállítási lehetőség, illetve szabályozási lehetőség az úgynevezett forró sarkok, ami azt jelenti, hogyha egyik sarokba előre beállított helyre, oda megy az egered, és ott tartod egy pár másodpercig, tized másodpercig így pontosabb, akkor valamilyen műveletet elvégez. Az az előnye a Cortilnak, hogy nem csak a saját kis ablakok szétosztását, vagy azoknak a mozgatását, akármit tudod szabályozni, hanem meg tudod tenni azt, hogy egy külső programot is használatba veszel, azaz, hogyha oda megyek ehhez a sarokhoz, akkor megnyílik egy kitti ablakom, és lehet látni, abban a pillanatban szétosztotta nekem azt, az ablak helyet, az alsó helyet jelen pillanatban, ami eddig kettő, most három fele lett elosztva, tehát kihasználja az egész monitoromat. Nyilvánvalóan észre lehet venni, hogy zöld háttér az azért úgy a résekben előtűnik, a rések méretét tudod szabályozni, azt is tudod szabályozni, hogy ez a fejléc legyen dekoráció inkább, így mondom, vagy ne legyen, egy kicsit ilyen helyet takarítasz meg. Persze, természetesen ezt igazából ki kell kísérletezni, hogy a te általad használt, a felsorolt sok asztali környezetbe ez hogyan hat a te kényelmes munkádra. Nyilvánvalóan egy kis játszadozás kell. No hát ennyit tud, nem sokkal többet tud, mint az, hogy te kézzel berakosgatod ide az ablakot, azt is meg lehetne csinálni, de én azt gondolom, hogy így kényelmes munkavégzésre van lehetőség. Oké. A konfiguráció viszonylag egyszerű, első indítás után a .config Cortille könyvtárba automatikusan létrehozza az alapbeállító állományt. Az alapbeállító állomány, ahogy látjátok, igazából pofon egyszerű. Gyakorlatilag mindenki egy picike kis angol, minimális angol mellett megérti, nincs hozzá leírás, de nagyon-nagyon-nagyon jól ki van kommentelve, azaz nézzük is végig, de csak ötletelés. Tehát nem fogok minden pontra azt mondani, hogy hogyan kell beállítani. Az első beállítás egy nagyon fontos beállítás, alapértelmezett dolog, hogy ha elindítod a Cortilt, nyilvánvalóan, hogyha éppen mindig használni szeretnéd, akkor beleteszed az elérési útba, automata indításhoz hozzáadod, és akkor állandóan kézre áll, kényelmesen használható. Oké, gyakorlatilag első indítás után csempénzen, vagy nem, nyilván láttátok, nekem az van beállítva, hogy true,
azaz a megnyitott kis ablakocskákat rögtön bedobálta oda, ava köllött. A következő beállítás azt szabályozza, hogy milyen leosztással legyen szíves első indításkor bedobálni, ha úgy van beállítva, alapértelmezett elosztást, melyiket használja. Négyféle van, illetve a full screen, a teljes méret, teljes képernyőt kitöltő. Én azt igazából nem használom, hiszen azért nem fogok egy plusz programot feltenni, hogy full screenbe, tehát teljes képernyőbe legyen valami. Nyilván a legtöbb, az összes ablakkezelő, asztali környezet ezt alapból tudja. Ezen négy darab között válogathatsz. A következő beállítás nullára vettem, ez alapértelmezettem valami pár ezres érték. Ennek van egy kis grafikus megoldása, hogy a képernyő közepére odadobja annak a képét, amilyen állapotban van éppen az adott beállítás, azaz hogyan fog csempézni. Hát ez bizony idegesítő, hogyha azt mondod, hogy egy percen keresztül, 10 másodpercen keresztül, ott középen lebegjen egy kis rajzocska, hogy éppen a következőt hogyan és miképp fogja rakosgatni, nullára levettem. A következő a panel ikonnak a beállítását, az a felgördülő menünek a beállítását adja meg. A beállítása nagyon egyszerű, gyakorlatilag miből áll? Van egy parancs, és van egy leírás. A parancsokat menet közben végignézve ezeket a beállításokat össze tudod szedni. Nyilvánvalóan, hogyha ide azt írod be, hogy full screen, ide, hogy full screen, vagy valami szöveg, akkor a felgördülő kis menübe a full screenre kattintva gyakorlatilag menüvezérelté teszi a dolgokat, az elválasztó meg ez. Gondolom senkinek nem okoz gondot, aki Linuxot használ, ezt bizony tudja kezelni. A következő beállítás egy nagyon érdekes beállítás, a kivételeket sorolja fel, azaz mire ne legyen hatással, hogyha éppen aktív a kortil, itt fel tudod sorolni. Gyakorlatilag az X-Prop programocskát ismerjük, felteszed, ha nincs fent, ráböksz arra a futó ablakra, aminek az adatait leszeretnéd, aztán megkeresed a VM Class vagy VM NIM beírást, és utána ide beiragatod, és azokat a ablakokat, ami ilyen jellemzővel van, az bizony nem fogja kezelni, olyan lebegő lesz, ahogy alapértelmezetten a program feldobja. A következő beállítás szabályozza az, hogy hány master, nagy, egyik oldalon lévő, és hány sleeve, tehát szolga, másik oldalon lévő, vagy fönt lent lévő ablakocska lehetséges maximálisan. A master volt az a nagy ablakocska, amit mutattam, illetve sleeve volt a mellette lévő kettő, illetve három darab picike kis ablak, nagyon-nagyon szépen be tudod állítani. Ami igazából érdekesebb, és én egy picit lejjebb vettem, mert eredetileg 10 volt, a rések beállítása, illetve a dekoráció legyen, vagy ne legyen. A dekoráció kikapcsolása, illetve visszakapcsolása, engedélyezése és letiltása, egyénileg kipróbálandó dolog. XFCE alatt nekem kényelmetlen volt, hogy eltűnt ez a fejléc. Nekem az úgy nem volt jó, menjünk is tovább. A következő az arányokat adja meg. Az első, második, illetve harmadik beállítást magad testre kellett szabni. Én azt szeretem, hogyha a master, tehát a nagyobbik ablakocska, az bizony szélesebb egy picit, de nem felében ossza meg a monitort a sleeve, illetve a master elosztás, hanem egy picit nagyobb. Hát 0,6-ra vettem, az 60%-ot jelent, azaz nagyobb, szélesebb, illetve hogyha horizontális a megoldás, akkor bizony egy kicsit magasabb az az ablak, fő ablak, amiben én dolgozok. Beállíthatod a lépésközöket, illetve természetesen a minimális értéket. A minimális értéket az ablakoknál nem érdemes levenni 0-0-ra, 0.0-ra, mert esetleg eltűnnek az ablakok, és utána keresgéleted, hogy hova a szőzbe tűntek el a sleeve ablakocskáid. Erre figyelj! Az oldalsó élek beállítására van lehetőség, ez a forró sarkokat szabályozza. Itt egy picit felbontás kedvés szokás szerint egy picit állogatni kell, hogy számodra kényelmes legyen, hogyha fut a kortil, akkor ha megérinted a sarkokat, illetve a felső, alsó, jobb és bal él közepét,
akkor valami műveletet későbbiekben megmutatom, hozzá tudsz rendelni. Az előugró kis középen emlegetett, de nem bemutatott kis ablakocska színeit állogathatod, hozzá nem fogunk nyúlni, mivel én nem használom, azt kikapcsoltam, nullára vettem az előugrási időt. Az alsó kettő fontosabb, a kis ikonka, ami a panelra kerül, annak a kinézetét szabályozza. Gyakorlatilag abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy az ikon felveszi annak a panelnak, amit én használok, az értékeit, így bizony nem kellett hozzád nyúlni. A következő beállítás egyértelműen gyors billentyűket állítjuk be. Gyakorlatilag itt végig kell nézni, hogy mik azok a szavak, mik azok a lehetőségek, amik éppen vannak. Nyilván egyértelműen a visszaállítás, a tiltás és a engedélyezés, az nagyon kényelmes dolog. Miért mondom, hogy nagyon-nagyon kényelmes dolog? A gyors billentyűvel tudom letiltani, illetve engedélyezni ennek a programnak a működését, illetve körbejáratni, illetve egyéb funkciót tudok szabályozni, nyilván, hogy hogyan nézzen ki. Láttátok, hogy Ctrl-Shift jobban leföl gombokat nyomogatom, nem láttátok, de a mozgást láttátok, ezzel szabályozom, hogy hogyan nézzen ki. Egyéb megoldások is vannak, én úgy gondolom, hogy kényelmesen tudjuk beállítani, minden lehetőség megvan, minden lehetőség ki van kommentelve, elmondja, hogy milyen funkciót fog elvégezni, és hozzáteszed az adott billentyűt. Ami fontos, hogyha nem ilyen A betűt, meg egyebeket rakosgatsz hozzá, a XEV programot elindítod, lenyomod az adott billentyűt, és kírja annak a tulajdonságát, annak a nevét. Ez nem lehet gond, ilyesmit már csináltunk, több programocska, több ablakkezelő ezt elvárja, hogy ezeket pontosan beírd. Magához, egyébként tipp, magához, ezekhez a parancs részekhez, tehát az egyenlőség jel előtti részhez ne nyúljál, egyszerűen csak a billentyű kombinációkat változtass meg. Egyszerű, nem? Illetve mivel több asztalt, illetve monitort is kezel, munkaasztalt, munkakörnyezetet is kezel, nyilvánvalóan a módosító billentyűket meg tudod adni, hogy a parancs, amit lenyomsz, a Ctrl-Shift felgomb, az az adott monitorra, adott asztalra, adott környezetre, munkakörnyezetre hason, vagy az összesre, vagy esetleg az összes monitorra, vagy pedig csak az általad éppen aktívan használt monitorra hason, a sarkok. A sarkok beállítása nagyon jó. Itt is abban a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy ki van kommentelve minden. Amire felhívnám a figyelmet, maga a beállítás nagyon egyszerű. Gyakorlatilag, hogyha nem akarsz gépelni innét, az előző blokkból ki tudod másolgatni azokat a parancsokat, azokat a funkciókat, amit szeretnél használni és beilleszteni. Idézőjeles. Kettő dupla időzőjeles megoldás van, ezt jobb, hogyha nem felejted el. Amire felhívnám a figyelmet, és talán-talán egy kicsit érdekesebb is lehet, talán-talán hasznos is lehet valakinek, hogy látjuk, hogy én azt mondtam, hogy ez szabályozza azt, hogy hogyan működjön ez a csempézős akármi, a kortil, de hozzátehetjük, és be is mutattam, hogy egy programot is indíthatunk, külső programot. Én ezzel a beállítással el tudom indítani a Kitty Terminál emulátoromat, hogyha ide felhozom az egeret, és akkor elindul. Az előbb láttátok, nagyon professzionálisan össze lehet rakosgatni. Az ikon, ami a panelon megjelenik, az nagyon kényelmes, hiszen ilyen felgördülő menüt az előbb megmutattam, hol lehet beállítani, be tudunk állítani. Kényelmes, kényelmes, de azért jó lenne, hogyha az ikonra való kattintás, azon való görgetés, vagy egyéb egérműveletek, azok valamit csinálnának. Tehát ne kelljen mondjuk felgörgetni az adott kis felgördülő menüt, vagy ne kelljen megnyomni a gyors billentyűket, hanem az ikonra való kattintással jobb egérgomb, bal egérgomb, függőleges, vízszintes, leföl görgetéssel bizony elindíthassuk azokat a funkciókat, azokat a lehetőségeket, és itt is ki kell emelni, és esetlegesen egy külső programot. Ennyi. Szerintem ez egy nagyon kényelmes kis programocska, a beállításán átfutottuk, az alap kinézetet összedobálja az ablakokat rendezetten, megfelelően beállított és konfigurált módszerrel,
oda, ava kell. Van függőleges osztás, meg vízszintes osztás. Gyakorlatilag a tapasztalatom az egy normál, nagyobb méretű, de nem a széles monitoron, érdemes azt tenni, amit tőlem is láttatok, egy nagy, egy kicsi, egy master, egy sleeve, vagy egy master, egy, kettő vagy három sleeve ablakocska legyen, annál több már zavaró. Tehát ne vigyük túlzásba, de én úgy gondolom, hogy ez egy kényelmesen használható és nagyon jó kis program. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok!